Sziasztok! A mai videóban arról fogok nektek beszélni a terhességem kapcsán, hogy én hát lényegében milyen vizsgálatokon voltam az első hát 20 hétben, illetve ilyen genetikai dolgokról, mert ugye ígértem nektek, hogy fogok arról beszélni nektek, hogy mi volt ez a nagy ijedelem nekünk az elején, ami miatt hát nagyon-nagyon rosszul éltük meg így a terhességnek az első 3 hónap. Nem is tudom, hogy fejezem ki magamat, de hogy volt aggodalomra ok, és hogy ez hogy zajlott, és hogy így akkor az első 20 hetes vizsgálatokról is akkor így beszélek nektek, hogy én milyen vizsgálatokon voltam, és hogy mi is volt ez az aggodalom. Szóval én először a terhességemnél 6 hetes párnapos várandósan mentem először orvoshoz, és ott már ott láttak, hogy jó helyen van, ott van egy embrió, és hogy van szívverése. Ez egyébként nem tudom mennyire általános, én azt olvastam, hogy nagyon sok várandóságnál későbbi a 7.-8. héten alakul csak ki a szívhang, és én már ott láttam, hogy kis szívhang ott van a kis szikhólyag mellett az embrióban. Aztán akkor az orvosom nekem azt mondta, hogy nem az én orvosom volt, mert hogy nekem az orvosom, akihez én eddig jártam ilyen évente rákszűrésre, ő már nincs Szegeden. És akkor így SOS-ba kellett valakit találnom, hogy kihez menjek, kihez kérek időpontot. És hát ilyen sok javaslat alapján elmentem egy orvoshoz, aki végül nem lett szimpatikus nekem, és akkor választottam még egyet, és kipróbáltam még egyet, szintén ajánlás alapján, és vele már nagyon elégedett voltam, és nagyon-nagyon szimpatikus volt, de összességében úgy voltam, hogy 6 hetesen, és akkor ott az doki azt mondta, hogy legközelebb elég, ha csak 12 hetesen megyek, mondtam is, hogy vajon kibírok-e 6 hetet, biztos nem bírtam valaki, vajon kibírok-e 6 hetet, hogy anélkül, hogy tudjam, hogy minden rendben van-e, és akkor ott kértem, hogy nézzük meg mondjuk ilyen 9 hetesen, és aztán végül ugye oda kaptam időpontot a 9 hetesre, de aztán végül lemondtam, mert ugye nem volt szimpatikus a doki. Amúgy nem volt vele semmi baj, csak hogy így nem éreztem azt az összhangot. Egyébként egy általánosságban egy Szegeden egy nagyon kedvelt dokiról van szó, de hogy valahogy úgy nem... Már mindegy, nem az a lényeg. Aztán elmentem, akihez végül járok most terhesgondozásra a dokimhoz, és nagyon cuki volt, nagyon aranyos volt, ott 8 hetesen mentem hozzá, és akkor ott már tudtam egyébként, hogy hozzá fogok járni, és ott nem is tudom, hogy volt, de hogy így körülbelül a 8 hetes után ott nekem is azt mondta, hogy körülbelül elég, hogyha csak ilyen 12 hetesen megyek vissza hozzá, de én az első találkozás után, nem tudom, pár nappal visszamentem, mert ott voltak alhasi ilyen kellemetlenség, amiket nem tudtam hova tenni, erről is beszéltem nektek, hogy nekem végig azt éreztem, hogy úristen meg akar jönni, és voltak ilyen menstruáció szerinti kis enyhe kis görcseim. De ez volt, mint tudom, 8 hét vagy 9 hetesen, és akkor utána már csak azt hiszem 12 hetesen mentem. Elmentem hozzá, illetve utána elmentem egy genetikai vizsgálatra. Ez az első nagyobb genetikai vizsgálat volt, ez ugye kötelező is. Ezt a kis könyvbe ugye bepecsételik, hogy megnéztek XY dolgot. Én hát izgultam is, de reménykedtem is, hogy minden rendben lesz, hiszen úgy voltam, hogy csütörtökön voltam az én dokimnál, akkor töltöttem a 12-t, és 12 hetet, akkor ő azt mondta, hogy minden rendben van, van szívhang, látszódik, szépen fejlődik, stb. És akkor a genetikai vizsgálatra én már úgy mentem oda, hogy akkor már igazából tök jó, hogy tudom, hogy nagyjából rendben van, és még ott van, ugye? És azt hiszem, hogy most nem akarok hülyesen mondani, hogy rá egy hétre, következő hétfőn, vagy a... Na mindegy, a lényeg az, hogy nem töltöttem még be akkor a 13. hetet. Mentem a genetikai vizsgálatra, én ezt magánúton csináltattam, mert úgy éreztem, hogy legyen minden jól megcsinálva, egy olyan intézményt választottam, ahol akikben így láthatatlanban is úgy gondoltam, hogy megbízhatók, és nagyon jó véleményeket olvastam róla, mindegy. És magával a vizsgálatra egyébként nem is volt semmi probléma, az orvos picit visszahúzódós
visszahúzódó volt, és nem volt túl közlékeny, úgy voltam vele, meg ki is írták a weboldalra, hogy lehetőség szerint ne kérdezgessem az orvost, mert majd a végén, hogyha bármi kérdésem van, majd utána válaszol. Egyébként ez a 12 hetes genetikai vizsgálat, ez nagyon sok ideig tartott. Egy az, hogy nagyon nehezen tudott dolgokat lemérni, milyen volt például a tarkóredő. És összességében azt hiszem, hogy nekem 3-ra volt időpontom, és ilyen 6:30-kor végeztünk. Ez nem azt jelenti, hogy folyamatosan rajtam volt az ultrahang, ez azt jelenti, hogy volt egy kiküldött, hogy egyek, igyak, pisíjak, ne pisíjak, igyak annyit, hogy tele legyen a hólyagom, aztán lépcsőzzek, aztán egyek cukrot, aztán nem tudom micsoda, de hogy úgy mozogjon be a baba, és akkor igazából nehezen tudott dolgokat lemérni. Az utolsó, ez a nyaki tarkoredő volt, amit elképesztően nehezen, majd egy óráig nézegette. Ez végig hasi ultrahang volt egyébként, egy picit ott furcsáltam is, hogy ha ennyire valamit nem lát még hasfalon keresztül, vagy hát annyira rossz felé van fordulva baba, vagy nem is tudom, akkor miért nem csinál hüvelyi ultrahangot, vagy miért nem hív vissza másnapra. Ott nagyon megkínzott úgymond, mert hogy nagyon erősen nyomkodta a hasamat az ultrahanggal is, illetve ő a másik kezével fönt, lent, mindenhol össze-vissza nyomkodta a hasamat, és így elkezdte így ütögetni. Egyébként ez egy olyan vizsgálat volt, hogy felvették videóra, és utána azt elküldték nekem e-mailben, és látszódott, hogy akárhányszor ugye a hasamat így lögdöste, akkor így a baba így csinált, meg az egész méhem. És nagyon fájdalmas volt, konkrétan nekem másnapra belirult az egész hasam, vagy azokon a részeken, ahol ő ezt csinálta, és végig repett a hasfalam, vagy nem a hasfalam, hanem itt lent a hát ahol kb. A császármetszést csinálják, végig repett, mert volt, hogy így teljesen szárazon próbálta használni az ultrahangot, de összességében nem panaszkodom az orvossal kapcsolatban, mert ő is egy nagyon-nagyon jó orvos volt, így ajánlások alapján is, illetve utána is olvastam, és természetesen maga a szaktudását nem tudom kétségbe vonni, és nem is akarom kétségbe vonni. Annyi, hogy a végén, hát az nagyjából amikre így rá lehetett kapni értékekre, például ez a nyaki tarkóredő, meg mit tudom, egy-két ilyen fontosabb dolog, az tudtam, hogy mik a határok. Mármint, hogy mi a normális. Például tudtam, hogy a nyaki tarkóredőnél az a jó, hogyha 3 milli alatt van. És amikor először mérte, akkor ilyen 1,9 jött ki, aztán mérte kétszer, háromszor, négyszer, de sose tudott, az ő elmondása szerint sose tudott egy tökéletes mérést megcsinálni. És egyszer mért egy 2,8-at, amire azt mondta, hogy ez nagyon nem jó, és nagyon nem... Hiába mért kisebbeket is, de hogy talán ez tűnik a legpontosabbnak. Ez már a vége fele volt, addigra már mondom, mindent megnézett, minden mást rendben talált. De a tarkoredő volt nehézkes a mérése, és hát mondta, hogy neki ezt a 2,8-at kell figyelembe vennie, mert hogy az a protokoll, hogy mindig a magasabb értéket kell neki figyelembe venni. És hát erre a 2,8-at annyira nem láttam, hogy leméri a 2,8-at. Ami egyébként érdekes, mert nekem ugye előző héten csütörtökön nekem meg 2-t mért az én orvosom. És azért nem is voltam annyira nagyon erre ráparázva, de amikor konkrétan letöröltem a hasamat, és vége volt a vizsgálatnak, akkor jött az ilyen szaranyakalma, nem is tudom, vagy ilyen, nem is tudom, milyen érzésnek mondanám, de hogy így ilyen pofán csapás volt, amikor ő elkezdte taglalni, hogy nagy valószínűséggel beteg a baba, és hogy további vizsgálatok kellenek, és hogy menjek el magzatvíz mintavételre, közben pedig én próbáltam ugye feldolgozni az információkat, és mondta, hogy hát már régen nem az van, hogy 3 milli, hanem az ülőmagassághoz mérten van, kell kiszámolni az eredményt, és neki a gép ezt ki is számolja, és határon fölül van az, hogy nem tudom hány centihez, vagy hány millihez az a 2,8 az magasnak számít. Egyébként akkor már engem 13 hét egy napra mértek, így a magzat méreteihez képest, szóval, hogy például van, amikor a 2,5 is sok egy tarkoredőnél, ha mondjuk az 11 hetesen mérik. De van, amikor a 2,8 is oké, hogyha azt már mondjuk 13 hetesen mérik. De ebben annyira nagyon nem akarok belemenni, a lényeg az, hogy ott nagyon megijesztett minket ez az orvos, aki egyébként a végére már, mivel hogy
nagyon hosszúra sikerült az ultrahang, és még volt másik kettő kismama, akinek szintén nem sikerült egyből a mérések, és vissza kellett őket hívni, és őket is kiküldte, és mi váltogattuk egymást a székben. És amíg én voltam bent, addig egy másik kismama ivott vizet, meg lépcsőzött, meg mit tudom én, és úgy hallottam, hogy na, még senki nem volt délután, aki fizetett is volna a vizsgálatért, és hogy már rég vége kellett volna lenni, és még kettő kismama van, aki még nincs kész. Nagyon frusztrált volt az orvos, és nekem ez nagyon nem esett jól, mert minden kérdésemet áthárította, és nem válaszolt. Kérdeztem, hogy akkor ez most milyen esélyek, milyen kockázat. Úgy volt, hogy amikor oda megyünk, akkor a vizsgálat után vesznek egy általános vérvételt, vagy egy ilyen kombinált tesztet, de mondta az orvos, hogy ezt felejtsük is el, mert eleve magas kockázat fog kijönni a Down-szindrómára, mert hogy a tarkóredő. Ez egy ilyen valószínűség számítás, ezt se tudtam abban a pillanatban, hogy itt oké, hogy leveszik a vért, valamit vizsgálnak a véren is, de azt, ott valószínűség számításból veszik azt, hogy hány éves vagy, a tarkóredő értéke, meg egyéb más ilyen mért információk alapján fognak téged besorolni, hogy alacsony kockázat, közepes vagy magas, és mondta, hogy hát ne is pazaroljak erre pénzt, mert a tarkóredő miatt már eleve magas kockázat fog kijönni. Ez ugyanez, hogyha valaki mondjuk 35 év fölött vállal babát, és egy ilyen kombinált tesztet csináltatna, akkor már a kora miatt egy Down-szindrómára nem jöhet ki alacsony kockázat, csak magas, mert hogy ez az anyai életkorral nő egyébként a Down-szindróma előfordulása. És akkor ugye annyiban azért tisztában voltam, hogy vannak ezek a non-invazív vizsgálatok, ezek a NIPT tesztek, és ott kérdezgettem, hogy akkor én inkább e felé hajlanék, így intézményen belül, szóval, hogy még el se vinném a pénzt, hanem itt költeném el a pénzt ezekre a vizsgálatokra, de hogy így abszolút még erre se volt hajlandó, hogy ezt átbeszélje, mondta, hogy neki csak ezt a magzati mintavételt kell javasolnia, mert hogy ez a protokoll, és neki muszáj ráírnia, mert ő nem akarja, hogy én majd bepereljem őt több 10 millió forintra, hogyha ő nem javasolja ezt, és akkor utána mit tudom én. Nagyon átfordult az orvos-beteg kapcsolat egyébként, mert ott éreztem egy ilyen gondoskodás, odaadás dolgot az elején, amikor úgy nézegette, és akkor nem tudom, de és a vége fele pedig azt éreztem, hogy ő azt mondja, amit neki mondania kell, de hogy az, hogy én mit érzek, hogy mik a kérdéseim, hogy nekem mit, hogy na, az így abszolút így teljesen elhatárolódott mindentől konkrétan. Úgyhogy ez nagyon-nagyon rosszul esett, mert hogyha talán ott átbeszéltünk volna egy-két dolgot, két mondat, az egyik az, hogy a magzatvíz mintavétel, tudjátok, az amniocentézis, az ugye vetélés kockázattal jár, hogyha azt nekem azt mondta volna, hogy vannak más lehetőségek, de nekem ezt kell ajánlani, de egyébként ez is jó, vagy ez is nem tudom, alkalmazható, de hogy így nem akart, konkrétan mondta, hogy én erre nem válaszolok, és ott nagyon belénk verte az ideget, ilyen kifejezéssel éljek, és egyből elkezdtem, ahogy kijöttünk, csak akkor már este volt, akkor már nem tudtam nagyon senkit hívogatni, tehát egy szörnyű volt az a pár óra a következő nap reggelig, akkor hívtam az én orvosomat, szerencsére tudott fogadni aznap, ő már kisebbet mért a tarkóredőre, de ott ez egy nagyon, tehát én amikor ott voltunk, abban a pillanatban én úgy éreztem, hogy ez egyébként nem történik meg, és én éreztem a szívem mélyén, hogy itt nincs baj. És nem is annyira akadtam ki, akkor akadtam ki nagyon, amikor ugye sokat kellett várni az eredményre. Ugye egy magzatvíz mintavétel, ahogy mondtam, vetélés kockázattal is jár, nekem ehhez el kellett mennem egy genetikai tanácsadásra, és ott le kellett mondanom arról, hogy én ezt a vizsgálatot nem csináltatom, megmondtam, hogy én nem fogok bármit is beledugni a hasamba, vagy csak nem engedem, hogy bárki bármit beledugjon a hasamba, hiszen ott ugye megsértik a magzatburkot, és alacsony százalékban, mert mindenki ezzel jött, de egyébként engem a genetikai tanácsadóba, illetve más helyeken is azt mondták, hogy ha lehet, akkor ezt ne csináltassam meg, csak hogyha nagyon nem, na mindegy. És akkor mondták, hogy vannak ezek a non-invazív magzati DNS alakú vérvételek, amik nem 100%-osak, de így 99%. Szóval nincs 100%, a magzati mintavétel az 100%-os lett volna, de diagnosztikai
de, hogy mondjam, hogy egy 100%-os diagnózis csak a magzatvíz mintavétel adhat. Hogyha ott kiderül valami, hogy nagyon beteg a baba, vagy valami, akkor csak azzal a papírral, magzati mintavételes papírral tudják elvenni egyébként a magzatot. Hogyha kiderül mondjuk egy magzati DNS vérvétel után, hogy mondjuk beteg a baba, akkor még utána mindig kelleni fog a magzatvíz mintavétel, mert az nem, nem elég úgymond ahhoz. Szóval mi eldöntöttük, hogy ugye a magzatvíz mintavételt nem szeretnénk, viszont hogy milyen opciók vannak, az én orvosom már eleve javasolta ezt a NIFTI tesztet, csak hát úgy voltunk vele, hogy most mi az esélye, hogy most nekünk mind a ketten fiatalok vagyunk, és mi az esélye, nincs öröklődő genetikai betegség, nincs a családban ilyen betegség, vagy bármilyen kromoszóma rendellenesség, és ezért döntöttünk a sima kombinált teszt mellett, ezért döntöttünk. Úgyhogy, de végig bennem volt egyébként ez az egész, hogy azt kellene csináltatnunk, csak hogy ugye baromi drága. Szóval, hogy a NIFTI teszt, meg vagy bármilyen NIPT teszt, az ilyen 200 ezer forint fölött van, és akkor a határa csillagos ég, mert láttam, hogy van olyan, ami 600. A NIFTI, amit mi csináltattunk, az 225 ezer forint volt, ez egy szimpla vérvétel, és annak az eredményére kellett várni egy hétig, de hát az brutális volt, hogy így beteg a babám, nem beteg a babám, közben pedig olvasgattam mindenfélét, és közben nem tudtam, hogy mit higgyek, és kinek higgyek, és hát így nem. Ott volt egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon nehéz időszak, mindkettőnk részéről egyébként, amikor így nem volt. Voltak napok, amikor azt éreztem, hogy nem lehet baj, aztán meg azt éreztem, hogy valami nem oké. Ez a 2-8-as tarkoredő egyébként, ez egy hatalmas trauma volt. És ezt nagyon nehéz a mai napig feldolgozom, és valószínűleg, hogy valamilyen szakemberre lesz szükségem emiatt, mert ezután végig paráztam az egész pár hetet még utána, mert hogy mindig attól féltem, hogy majd találnak valamit, majd valaki mond valamit, és na mindegy, a lényeg az, hogy egy szerdai napon vették le tőlem a vért, ugye egy hétfői napon voltam a genetikai vizsgálaton, kedden elmentem az én orvosomhoz, ő mondta, hogy ő kisebbre mérte a tarkóredőt, de mondta, hogy biztos csináltassuk meg a vérvételt, szerdán elmentem a vérvételre, és következő hét csütörtökön jött meg az eredménye, de hát addig, na mindegy, ahogy meséltem, nem volt egy leányálom az időszak, és szerencsére minden negatív lett, és minden alacsony kockázatba lett sorolva, úgyhogy ott nagyon-nagyon megnyugodtunk, ott kiértékelte az orvosom is, és mondta, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Aztán ugye voltam genetikai tanácsadáson is vele, ott is azt mondták, hogy ez egy nagyon jó dolog. Hát azért nagyon sok helyen ezt nem véletlenül reklámozzák, ugye ezeket a vizsgálatokat, hiába kerül nagyon sokba, de mégis ez, hogyha az embernek van választási lehetőség, akkor én legalábbis mindenképpen azt mondanám, hogy az ember a vérvételt csináltassa meg, mert lehet, hogy csak 100-ból 2 ember vetél el a magzatvíz mintavétellel, amit ugye a magzatburok megsérül, nem forr úgy össze, és ugye elszivárog a magzatvíz, vagy még nem is tudom milyen esetőségek lehetnek, de hogy így én nem akarok, 100-ból 2 nem tűnik olyan nagyon soknak, de na mindegy. Erre egyébként a genetikai, a 12-es vizsgálaton azt mondta az orvos, hogy az 2%, de sokkal több százaléka, sokkal több az esélye annak, hogy beteg a baba, és akkor ilyenkor mérlegelni kell, és annyira össze-vissza beszélt, hogy így ott nagyon belénk várta az ideget, és ott mondtam is, hogy na ide biztos nem jövök többet, és ha még egyszer meghalom a nevét ennek az orvosnak, csak az, hogy így nem, tehát emberileg nem volt toppom, lehet, hogy egy tök jó doki egyébként, mert őt is nagyon sokan javasolják itt-ott, de nekem csak ez volt a bajom, hogy hát azért olyan orvossal, oké, hogy valakinek javasolnia kell valamit, mert a genetikai tanácsadóban is azt mondták, hogy nekik ezt kell javasolni, hogy csináltassa meg a magzatvíz mintavételt, de aztán meg azt mondják, hogy egyébként ez a magzati DNS alapú teszt is teljesen jó, és abszolút hihető, és
azért 99,50 valahány százalékba, ha ezt meg tudják állapítani, akkor az szuper. Szóval eljutottunk idáig, de ez az első három hónap, ez valami kegyetlenül nagyon sokáig tartott, és aztán azért végig benne volt az ideg, őszintén szólva, hogy azért nem tudom. Ez egy hatalmas trauma volt. Biztos, hogy valakivel muszáj leszek átbeszélni majd valami terápián, vagy pszichológussal, mert hogy ez így nagyon, nagyon durva volt. Aztán utána már nem is tudom, hogy jártam orvosokhoz. Én elég sűrű járok orvoshoz, de csak azért, mert parás vagyok. Nagyjából két hetente. De csak azért, mert nagyon, annyira feltorlódnak, mert ugye megyek a saját orvosomhoz. Aztán voltam terhes gondozáson, az állami terhes gondozáson, ott is megnéztek, aztán mentem a saját orvosomhoz. Aztán nem is tudom már hol voltam, de hogy nem telt el szerintem két hétnél több idő, hogy engem látott volna orvos, ami viszonylag megnyugtató, de aztán meg egy időben úgy voltam vele, vagy nem, most úgy vagyok vele, hogy ezen a ponton már bőven elég, hogyha havonta egyszer néznek, mert most már egy fokkal nyugodtabb vagyok, mert érzem a baba mozgását, érzem, hogy aktív, érzem, hogy ott van, és hogy nem megy sehova, és itt van, és akkor itt minden nap van egy ilyen visszaigazolás, hogy érzem. Ez az első, nem tudom, én 15 hetesen nekem hátsó fali mélepényem van, akiknek hátsó falon van, ők hamarabb érezhetik a babának a mozgását, mint akiknek mondjuk ilyen első fali mélepény, vagy nem tudom milyen van. Nekem hátul van, és így ezáltal nagyon korán éreztem ilyen kis apró dolgokat. Most pedig már elég erősen érzem, hogy ő ott van, és valamikor így kikerekednek a szemeim, hogy úristen, ez meg kararugás volt, de hogy most már most már sokkal jobban viselem az egészet, és nem vagyok annyira parás. Azért a 20 hetes genetikai vizsgálatnál ott nagyon izgultam, hogy ott is mi az Istent találhatnak, és egyébként a 12 hetes genetikai vizsgálatnál azt a javaslatot kaptam, hogy a második genetikát azt 18-22 hetesen szokták végezni, és én 18 hetesen csináltassam meg. Hát elmentem, de hát az orvos az nagyon nem volt toppom, meg nagyon mondta, hogy minek jöttem én ilyen korán egyébként. Ez volt az egyetlen és utolsó vizsgálat, amit a klinikán csináltattam sima állami rendelésben, és nagyon meg is bántam, mert hogy ott is mondtak olyan dolgokat, ami belém verte az ideget, mert egy olyan emberhez kerültem, egy olyan orvoshoz kerültem, akiről terjednek dolgok az interneten, csak én ezt nem tudtam. Én konkrétan azt hittem, hogy a saját orvosomhoz, akihez magánrendelésbe járok, ő fog engem ott megvizsgálni, de aztán valahogy így a kommunikáció az így félre siklott, mert úgy tűnik, hogy nem sikerült hozzá időpontot kérnem, vagy már nem is tudom, hogy volt, de hogy egy hölgyhöz kerültem, és ő pedig nem volt túl kedves. Az egész vizsgálat 10 percig tartott, öltözéssel, vetközéssel, mindennel együtt, és hát nem volt túl kedves. Mondott kettő dolgot is, amitől beparáztam. Az egyik a hiperehogén vékony belek voltak, ami egyébként meg se jegyzett nekem, és nem is mondta, csak a papíromban rajta volt, és én néztem, hogy ez mit jelent, és akkor olvastam, hogy ez nem jó. És a másik pedig egy ödémás mélylepény diagnózis volt, amiről szintén nem tudtam semmit, hogy ez mit jelent. Mondta, hogy nincsen probléma, de hogy mit tudom én, ez vércukor problémára, illetve vérnyomás problémára utalhat. És hát ott is ez volt, hogy annyira megijedtem, hogy úristen, akkor mi lehet. Aztán pedig voltam a saját orvosomnál, és aztán végül elmentem egy magánrendelésbe a 20 hetes vizsgálatra, és kiröhögték a nőt, hogy hát igen, neki ez a, hogy mondjam, mániája, hogy ezeket a diagnózisokat adja, de szerencsére semmi nem, két orvos is utána kontrollon megnézte, hogy egyik sem látható, teljesen rendben van minden. Úgyhogy itt volt megint egy nagy kő leesett a szívemről, és akkor mondtam, hogy még egyszer nem megyek be a klinikára ilyen vizsgálatokra, mert nem alaposak, meg jó, lehet, hogy ha kifogsz egy olyan dokit, de hogy én ez a nő, beírtam a nevét a Google-ba, és konkrétan olyan dolgokat dobott ki, hogy
a fülem ketté állt. És én ennek előtte nem néztem utána, hiszen nem. Tehát amikor a második orvosnál voltam, a 27-es kontrollon visszakérdezett, hogy csak nem ez a doktornő adta a diagnózist, mondom, de. És csak forgatta a szemét, hogy hagyjuk. Szóval a 27-es vizsgálatnál mindent rendben találtak szerencsére, nagyon-nagyon örültem neki, és hát még így megnyugtatásképpen én 21 hetes várandósan elmentem magzati szívultrahangra, ugyanis azt mondták nekem, hogy hát a megnövekedett tarkóredő érték az szívfejlődési rendellenességre is utalhat, nem csak egy kromoszóma rendellenességre. Úgyhogy ez mondjuk érdekes, mert ezt az információt nem mondta el a 12 hetesen az a doktor úr, de közben pedig mindenhol máshol ezt olvastam, hogy ez alap, és benne van a protokollban, hogy ilyenkor még ott oda is el kell küldeni. Úgyhogy hát oda is magánrendelésbe mentem, de csak azért, mert konkrétan ilyen május végére kaptam volna időpontot államiba, pedig ugyanahoz a doktorhoz kerültem volna, mint akihez a magánrendelésre jártam, csak hát ezt nem osztogatják, mint a cukorkát, ezeket az időpontokat, úgyhogy elmentem külön magzati szívultrahangra, és ott is szerencsére mindent rendbe találtak. Ott nyugodtam meg, azt hiszem, hogy így majdnem teljesen. Szóval, hogy így minden rendben van, minden jól fejlődik, egészséges, látjuk 3-4-dén, 5-dén, 10-dén, 100-dén, és mindene tökéletes, és a szíve is jól működik, és fel tudtam tenni mindig a kérdéseimet, és éreztem azt, hogy ott teljesen ki vagyok vizsgálva, és minden meg van nézve, és tökéletes kis szívecskéje van, úgyhogy ott megnyugodtam, és most már csak így ténylegesen élvezem a várandóságot. Még ugye az első, mondhatni 20 hétben, 21-2 hétben nem volt annyira felhőtlen, hiszen mindig bennem volt ez az aggódás. Most pedig nem mondom, hogy nem aggódom, mert nem mondhatom, mert még így is vannak olyanok, hogy így egyik nap kevesebbet mozog, és akkor már az ember így, de összességében már így a... Na, ezek így nagyon megnyugtató diagnózisok voltak, hogy minden rendben van, szépen növekszik, megfelelően fejlődik, mindig pont időben van, egyszer-kétszer mérnek nagyobbat, de az csak ilyen, eddig max 4 nappal mérték nagyobbra, de aztán utána a következő vizsgálatnál meg így pont időben mérték, úgyhogy ez nagyon-nagyon megnyugtató számomra, és igazából ez volt az első két genetikai vizsgálat, és azon kívül szerintem, ja, voltam, igen, a hiperehogén vékony belek miatt voltam cisztás fibrózis vérvételem. Ez egy olyan vérvétel, hogy ez a hiperehogén vékony bél, ne kérdezzétek, de ez a cisztás fibrózis betegségnek a jele lehet, és akkor ilyenkor az apától meg az anyától is vesznek vért, és hogyha mind a kettő hordozó, csak akkor lehet a gyereknek, de akkor is csak ilyen 25%-ban esélye, hogy esetleg ez a betegsége van a gyereknek, de hogyha csak az egyik hordozó, a másik nem, akkor szinte akkor nem lehet, és hogyha egyik sem, akkor egyértelműen nem lehet a gyereknek ilyen betegsége. Úgyhogy igen, nekünk mind a kettőnknek egyébként negatív lett, és utána hívott is a genetikai tanácsadóból a doktornő, aki nagyon-nagyon aranyos volt, szóval az egész állami terhesgondozós résznél a genetikai tanácsadásom volt a legjobb tapasztalatom egyébként, pedig oda nagyon-nagyon nehezen akartam menni, mert úgy voltam vele, hogy ott is a magzatfíz mintavételt fogják nekem javasolni, és ott is azt fogják nekem traktálni, és nem fognak nekem válaszolni a kérdéseimre, közben pedig nagyon pozitívat csalódtam, és nagyon örültem, hogy a doktornő ennyire készséges volt, és meg is jegyeztem neki, hogy milyen aranyos. Aztán meg volt egy másik, aki az pont a klinikán volt egy nővér, mert a klinikán vették le egyébként a NIFTI-nek a vérvételét, és ott is mondtam a nővérnek, hogy le a kalappal, nagyon kedves, nagyon aranyos, köszönöm szépen, hogy ilyen emberséges velem egy vérvételnél, és ki mondja, hogy hát ez természetes, és akkor mondtam neki, hogy ez nem természetes, mert rengeteg, akár magánrendelésen, mert olyan is volt, hogy akár magánrendelésen, asszisztens, vagy recepciós, vagy orvos, vagy bármi,
nem volt kedves. Úgyhogy, ha már valaki kedves, én mindenkinek megjegyzem, mert egyértelműnek venni az ember, hogy hát akkor, ha már páciensekkel, betegekkel, kismamákkal dolgozik, akkor legyen egyfajta empátia, meg legyen egyfajta emberség, de sajnos ez nem adott mindenkinél, és ez nem egyértelmű. Na de mindegy, szóval ezeken a vizsgálatokon voltam, de most gondolkodok még, hogy még hol voltam, de szerintem ennyin voltam, ami így kifejezettem, így a genetikai része, meg az ilyen betegségek szűrése, ugye a 26-os genetikai vizsgálat is kötelező volt, ugye voltak a sima vérvételek, hogy toxoplazma vérvétel, az nem kötelező, na mindegy. Voltak ez a sima első trimeszteri, második trimeszteri vérvételek, ott amikor így általánosságban nézik a dolgokat, és akkor volt ez a toxoplazma vérvétel, ami egyébként eredetileg államilag támogatott volt, aztán valamiért kivették, mert miért ne, és akkor most már nem az, de én azt is megcsináltattam, az is legyen meg, az orvosom azt mondta, hogy azt is nézessem meg, de azt hiszem, hogy ennyi. Más most így hirtelen nem jut eszembe, de ha esetleg valamit kihagytam, akkor majd leírásba pótolom, de én ezeken a vizsgálatokon voltam egyébként. Ha tanácsolhatok, bár nem ebben a helyzetben nem annyira gondolom, hogy mit tanács, vagy nem tudom, de hogy én amilyen vizsgálatot meg lehet csináltatni, akár fizetős, akár nem, azt mindenképpen csináltasd meg, vagy ha van rá lehetőséged, akár még hogyha nem is jön ki mondjuk genetikai vizsgálaton valamilyen magas érték, akkor is egy megnyugvás végig, az egész terhesség alatt megnyugvás lesz, hogy az meg van nézve, nincs ilyen kromoszóma rendellenessége, ugye itt derült ki nekünk egyébként elég hamar a babának a neme is, mert ott ugye nézik a babának a nemét is, szóval az is viszonylag korán ugye kiderült, amikor még az ultrahang ugye nem látja rendesen, vagy még kérdőjel, vagy még ilyen 50-50%. De hogy ha nekem esetleg lesz második várandóságom, ami egyébként a mai napig kérdőjeles számomra, hogy mindegy, ő jöjjön ki, és akkor ő meglátjuk, milyen baba lesz, de hogy így, ha lesz másik várandóságom, akkor lesz az első, hogy nifty, amikor lehet, azt mondom, 10 hetes kortól lehet, de minden kötelező és választható vizsgálatot is meg fogok csináltatni, csak azért, hogy ne stresszeljem szét az agyamat, mindenről legyen papírformában bizonyítékom, hogy ő egy egészséges baba, hogy ő egy, hogy neki nincsen semmi baja. Úgyhogy ennyi lett volna ez a mai kis videó, és remélem, hogy valakinek hasznos volt. Remélem, hogy a következő videóban is velem tartotok, az egy vlog lesz, ugyanis vlog hét lesz majd, vagy ezen a héten, amikor ezt a videót látni fogjátok, az azt hiszem hétfőn kikerül, vagy ezen a héten, vagy a következő április utolsó hetében lesz majd egy ilyen vlog hét. Úgyhogy remélem, hogy várni fogjátok, és minden esetre köszönöm, hogy velem tartottatok, és megnéztétek ezt a mai videót. 1000 köszi és 1000 hálám, hogyha megnéztétek ezt a videót teljes egészében, beletekerés nélkül. Úgyhogy találkozunk legközelebb, is legyen szép napotok. Sziasztok!